Hello, sziasztok! Banános Zsó vagyok, és folytatjuk a Hard 7 Days sorozatot Keeperrel, és Zsolt is itt van velünk. Sziasztok! Hello, bello! Csácsom, mint sötésztát. Na, hú, mit is akartam én csinálni? Na mindenki, Zsolt az most csatlakozott, ő neki az első Igen, napja én most egyébként. kezdem, úgyhogy az első nap, hát vagyis második nap 4 óra van, ahogy látom. Úgyhogy nekem lehet, hogy jönnek egyből a Aha. zombik akkor. Ja, egyébként nekünk is jöttek. Ha, lehet, lehet. Már az első nap, már 10 óra körül. Láttam, 10 órakor már jöttek, igen. Aha. Jó, hát elkezdem én is itt a alapfeladatokat, aztán Jó. zöldbe vagyok egyébként, nem tudom mennyire. Nem Elég rossz. közel van Joe-val, jól látom. Igen, nekem azt írja, hogy 4,7-re vagyunk. Ja, hát akkor Akkor csak az úgy látszik. lehet Keeper van közelebb, mert Itt a Keeper kis meg képen nézem, mert 2 2 négy, is van. 4 kilométerre van Zsolt. Igen, Aha. fú, Jó, jó hát akkor. szétszórottunk. Jó. Igen, jó. Jó, hát azért közeledek majd arra, de nem megyek oda úgyse egy. Vágyunk csak. Ja, de úgyis Ja. tábor kell csinálnod majd inkább, Aha, lehet. persze. Meg jön az Azon éjszaka is. gondolkodtam, hogy miért jöttem ilyen sivatagba, de már tudom, élelemért, meg kötszer, meg minden, oké. Ja, meg széttörött a munkos botom a zombinak a fején. Meg most már talán nem barlangból beszélek, gyerekek, talán jó lesz a Ja, felvétel. talán megoldódott a hang is. Ja. Nem tudom, reméljük. Reméljük. Furcsa volt. Az Aha. biztos. Talán a 7.1 lesz a megoldás, remélem, az tudom. Na, Más srác, nem lehet. én meg egyébként, akkor mindenki mondja el, mit csinál. Én építkezem, csinálom a bázis tovább, mint a bolond. Megpróbálom minél jobban bevédeni a horda napra. Én Jó. nyugkát szedek, meg a verát. Aztán megpróbálok valami pénzt összeszedni még, aztán csákányt szerezni a boltból. Mert én Akkor úgy. elkezdtem az alapfeladatokat. Egyelőre az a tervem, hogy csináljak valami kis emelvényt. Az első éjszakára mondjuk. Jaj, az is egy jó ötlet. Jaj, Egy fából, rémekből fölrakni egy kis jaj. pár blokk magasnyit. Egyébként az is jó megoldás lehet, hogy hogy 30 frame-et csinál az ember, aztán maga alá pakolja, ugye? Igen, én szoktam azt egyébként. Csak ugye most egy kicsit le is vagyok maradva, éjszaka menni kéne. Ja. De Hát majd. éjszaka annyival jobb, hogy nem látnak meg a zombik. Ja, Igen. úgyhogy igazából teljesen ugyanaz az éjszaka is, mert ugyanúgy futnak reggel Persze, is. ha nem kapcsolsz lámpát, akkor ugye meglátnak. Mi volt És ez? mindent eldob a játék, ugye? Nem, övet nem. Alá. Jó. Övet nem, ja. Oké. Az jó. Zombikkal vigyázz! Lehet kergetőzni, és most A már zombikat is el is eldobja. kezdtem. Az a baj, ilyen nagy dombom vagyok, ide nem tudok építkezni szerintem. Aha. Tettem le egy zsákot azért, hogy... Ja, lehet érdemes megcsinálni az a feladatot. Igen, Akkor akkor tudod, van. hogy a boltnál például mit tudsz használni, ha esetleg segít valamit. Például kovót tudsz használni. Igen. Próbálom megcsinálni gyorsan, aztán... Ja. Végül is második nap vagyunk, úgyhogy Ha, egész jól nagyon, vagyunk. nagyon mi sem vagyunk ennyire előrébb azért. Kaptak motorozzon, de kígyó, van itt minden. Safari. Safari van a sivatagban. Köszönöm a ruhák. Nekem meg ugye srácok, én meg azt csinálom, hogy rengeteg alapanyagot megpróbálok minél durvább bunkert összehozni. Én meg ugye sikerült a boltostól vennem egy 548-as fejszét. Hogy Az nekem most fasza. Ó. valószínűleg jobban fogja adni a fát. Ez nagyon jó. Aha. Pirod is egyébként erővel. Hát kávét is vettem hozzá, Ja. de direkt arra is rakok, hogy kitartásom Igen. növekedjen. Úgyhogy én a szerszámokra az elején nem is rakok, hogy úgyhogy 25-ös szerszámokkal dolgozok igazából, mert nem drága az előállítása. Például kovásotvasnak ugye elő kéne állítani kohóba meg minden, követ meg bárhol szedek. Ja, Igen. igaz. Inkább jobban jobban darálja le, Igen. azt arra érdemes Igen, talán rakni. úgyhogy inkább arra teszek, hogy a építőipari szerszámokkal jobban tudjak dolgozni, kevésbé fáradok, meg többet tudok bányázni, hogyha valamit fát vagy követ bányázok. Meg még van egy olyan is, ugye, hogyha futással, ja, az a szexuális tyrannosaurus vagy valami, az is a kitartást növeli. Igen. Az melyik oldalon van? Az a második első. Második első? Ja, mert azt hiszem neked angolul van, Aha. nekem le van fordítva magyarra.
Ez nem gőzöm nincs az angolhoz, úgyhogy... Raktam én is arra, tényleg az lehet, hogy jót tesz. Aha. Akkor nem az van mindig, hogy elfárad mindenféle bányászás, meg mindenféle hát, között. Nem az, hogy nem fárad el, de... Kevés, kevésbé, ja. Maximum, nem tudom, megtaláltad a boltot. Nem keresem. Ott az automatámba, hát akkor mindegy, automatába esetleg tudnál venni kávét, és az szinten tartja, ameddig, mit tudom, 2 percig. Uh-huh. Ott tudod ütni folyamatosan. Ja, meg vagyok így. Hát jó, persze, így is ki lehet buzni. Jó, hogy 6 óra van. Már, úristen. Ha? Sehol sem vagyok. Megpróbálnám a boltot, és a bolt mellett valahol frémekre vagy valamire akkor éjszakára. Én is oda most lecuccoltam közvetlen a bolt mellé. Aztán majd meglátjuk. Lejöttem a sivatagba, most szedem az alóvét, meg mindent. Sivatagot én nem látok, szavannát látok, ott meg ugye farkas van. Aha, igen. Jó, arra tegnap arra. Részben csináltam egy megoldást, hogy fára. Mit? Ja igen, láttam fára, igen. Fára felmentem egy frémmel, meg né... Jaj, közben meg kaptam egy csókot majdnem. Jaj, én még nem látok. Közben meg feldobtam 4 létrát, aztán akkor a frémet meg elvettem, és akkor farkast onnan lőttem. Tényleg megnézem a bolt, az milyen távol. Hál' Isten, nem mászott fel utána, hál' Istennek. Az is jó megoldás, hogy a fára építek. Igen. Azt is lehetne. Arra is gondoltam, hogy tényleg a fákat azokat vajon kiüték? Lehet, hogy kise... Kiüték? Kiüték, igen. Akkor az nem jó, ja. Azt hittem, hogy az egy ilyen menedék. Egy ilyen... Van az a rendőrzombi, az ugye felrobbantja magát egy idő után, fölpuffad meg minden. Na, a szétbasz mindent akkor. A szétvágja azt a fát, simán. Uh-huh. Akkor az nem jó. Ja. Ráukádik azzal is szerintem. Jó, de hát igazából meg tudod magadnak csinálni, hogy gyűltetsz fát többet egyszerre, és akkor azért már 1200 per darab. Uh-huh. Egyet kiüt, vagy kettőt kiüt, még nem fog összedőlni az egész. Vagy hát egy... Ez mi volt? Bazd meg! Horda! Rám jött egy horda! Úristen, már jön horda. Az a futó horda? Aha. Jaj! Ajaj. Én meg itt verekedek egy csávóval, akkor lehet, hogy nekem is mindjárt jön. Én meg csinálom a feladatot. Passza meg! Ez különben nem tudom, hogy van, hogy most már vagyunk hárma, mindenki kap egy ilyet. Vagy egy nyertes megnyerés akkor. Hát nekem itt rohangáltak el, úgyhogy faszol volt. A franc egye meg! Megkaptam a motoros zombit is. 14 a fárassági szintem, azonnal így a kávét. Azaz. A rohadt... basszus. Mit csináljak, gyerekek? Próbálok minél gyorsabban én a bolthoz menni. Ez olyan gyors, mint az állat. Megmurdalunk, vagy mi lesz? Szomjan döglök. Ebbe vágok sok fát. Törjön már ki a lábad. Á, te... Jó, van egyiknek kitörött. Segítség! Dobjatok egy izét, helikopter közelet, valamint. Szoktam én egyébként sziklára építkezni. Van, aki lenne a földön, így a zöldbe is, meg mindenhol ilyen. Azok a kisebb sziklák. Igen, az jó. Fel lehet futni. Azoknak a tetejét szoktam frémekkel berakni, bedeszkázni, minden. Nekem most úgy... az van a bolt melletti, a hatalmas szikla, de föl tudok rá menni. Ha meg ilyen ugye horda vagy ilyesmi, akkor el lehet futni róla. Aha, igen. Aha. Mondjuk itt fut a horda, ugye, utána csak... Ja. Mert nem szoktam ennyire háddal játszani, úgy szoktam, hogy csak éjszaka futnak. Aha. Ja. Meg most ugye rohadt nehéz megölni őket. Igen. Ja, meg hát ugye 6-os szinten is van. Ja. Úgyhogy még hogyha ízeljünk, ha mit tudom, egy ilyen 20 ütés fejre is szegénynek. Itt egy disznó, azt le kéném szedni valahogy csak. Ja, hát az elején nehéz még nyilvesszőt is csinálni, követ volt. Meg fát. Tedni. Egy lövéssel, sima nyilvesszővel. Ó, részeges kihívást kaptam. De mindig ilyen pont részeges gyorsan. Dolgok jönnek szóba. Bassza meg. Kurva nagy mázlim, ma 6 staminám volt. Hogy túl vagyok melegedve. Eldobjuk, gyerekek. Arra kell figyelni erre túlmelegedésre, basszus, mert Igen. Igen, az tényleg. Is. Mert a staminát lecsapja a nullára, azt nézegetek. Jaj, már csináltam egy mellényt, ja, hál' Istennek, jó van. Ja, azért akartam csinálni egy lyukka csúszt. Nem. Hú, 95 mám. Húha. Gyerekek.
Minusz 30 a ruha, ami rajtunk van. De akkor levesszük ezeket, várjátok csak. Várjál, ezért mi visz le? Szalmakalap az visz le, ugye? A szalmakalap az minusz 10-et visz, aha. Na azt akkor gyorsan kéne ilyeneket csinálnom, mert itt problémák nem kicsik. Egy szarvas is. Alatt. Mi van itt? Ijesztegetnek engem, basszus. Ó, meg farkas, úristen. Az jó, meg. Az jó holmi a farkas. Az jó holmi, csak... A boltba leloptam az ákonyát azzal... Azzal húzom egy futás közben. Hú, mennyi íze lyukka van itt, sátortábor, azt szét kéne vennem. Ne, csávó megint észrevett. Nem gyerek, nem hagynak minket itt békén. Nekem meg vadászni kéne lassan, mert nekem meg kóvom nem lesz itt soha. Meg mondjuk... Nekem az lenne. Hord, ja. Gyere majd, ne össze-vissza futkozzá. Tovább melegedünk, de mi? Na, most már hűlünk, jó van. Bazd meg, rajtam van egy zombi. Jukka Jules is ugye hűlt egy darabig. Kellene neki. Ja, igen, igen. Észrevett. Meg hát ugye... A farkast levadászni. Ha megfürdesszek kicsit a vízbe, ha van közelbe. Hány lövés kell egy farkasnak? Hát, nekem olyan 8-9, 7, 7-8-9, valahogy így. Nincs is annyi éveszöm. Gyerekek, el kell mennünk agyagért nekünk meg. Rendszerű tudok csinálni párat. Tényleg, jó, hogy mondod. Az nekem sincs egy nulla se. Meg is lenne a kohom, hogyha ezt a kettőt le tudnám kb. Na. Mert itt egy farkas ugye, meg a farkas, meg egy szarvas is. És volt, van rövid csöved is? Tök hamar összeszedted, hallod? Rövid csövem még nincs. Na hát az hiányos. Jó, tudom, hát de azt könnyű találni igazából. Én eddig még nem találtam, most nem. Pedig kukázok össze-vissza. Pedig az szokott lenni mindenhol. Rövid cső? Igen. Hát ugye most a loot is nehezebb szerintem. Vagy nem tudom. Szerintem most az is nehezebb. Menjünk agyagra gyerekek rá. Ah, van egy izé részeges kihívásunk, az mi? Ez a baj, nem nagyon ja, látom. Hogy részegen kell verekedni, fúha. Annyit nem cserezünk most így. Hol van? A hangját hallom, de na megvan. Mennyire slottunk van? 3. Ne dobjuk ám, ami nem kell, vagy nem fér el. Hát, meg lehetne már. Napközben alapanyaggyűjtés nekem meg, éjszaka meg építkezés. Ez a terv. Találtam a sivatagban egy ilyen sátortábort, van itt pár autó. Próbálom. Nem találom el. Na, megvan. Legugolunk meg aztán. Meg is mugált. Messzire belesünk. Mert a szarvast meg nem látom. Semmi. Valahol el van. Ó, viszont van. Már sötétedik, az a baj. Hát ő nem olyan nagy bajám. Attól függ. Hát... Zombik nem látnak. Kevésbé látnak, igen. Mindegy, a farkas az nem kapott el, az a lényeg. Ebbe sincs semmi. Hát, gyerekek. Kajám lesz. Rovat hús. Ja, lyuk a tetején mászik a zombi, behalás. Lehol? Arra mi van? Arra is egy sátortábor. Jó, akkor az lesz, szedjük össze a... Tövetet, sátrat szétverem, aztán eladom. A szarvas nem látom, szerintem én azt nem is fogom most megkeresni. De, megvan. Van. Az a gyerekek, pont... mindig zombi hangot hallok, ti nem halljátok? Nem, hogy nem, hál' Istennek, fülelek, de nem hallom semmit. Nem, fasz. Akkor nálad van. Igen, igen. Ott viszont én is látok egyet. Próbálunk kerülni. Nincs kedve, van két éveszöm igazából azzal. Nem majd sokat tudni. Erre nem vettek észre, hogy itt elkezdtem ütni, nem jó. Hogy szokott itt lenni, van is. Sátrak közelébe. Nem semmi. Jó lenne beírni a kereskedőhöz. Még estig. Ja, ja. Legalább tudnád, hogy mit tudsz használni. Megnézni. Igen. Ó, hát város mellé. Város mellett vagy. Be. Jó az. Hú. Vagy hát... Város mellett... az annyira nem biztos, hogy jó. Ja. Hát lehet, hogy inkább nem. Kék szerintem keeper lesz az. Húzsák. Hát konzervdok. Itt viszont vannak sokan. Váradok. Messze vagytok, 3 kilométerre vagytok mindketten. És ráadásul... Majdnem az ellenkező irányba. Igen. Asza. Várjál, hogyan vagyunk?
Jó, de én izé, én még olyan fél kilométert közeledek. Ellenkező irányba jöttem a sivatagba, mindenhol voltam. Milyen sekély ez a víz. Érdekes. Ja, van olyan is benne. Be tudsz sétálni. Itt egy vizen, hát talán a víz aljában nincsenek. Hát, ja, talán. Az az érdekes, hogy izé maszkálnak a víz alatt a zombik, azt is erről megcsinál. De mondjuk izét tudnál csinálni, az a baj, mindenképp kell lábainak lennie, ugye? Mert hogyha a vízen tudnál építeni valamit, akkor az úgy fasza lenne, csak hát ugye... A lábait kiütik, igen, akkor baj van. Esetleg, hogyha a lábait iszonyatosan durván becsapdáznád körbe, ilyen nagyon nagy területen, addig ne, akkor nem jutnának ja, addig nem el. Furcsa lett ez a víz. Nem ilyenre emlékszem. Nem úszik a vizen, hanem csak úgy megy a visszatején. Ja nem? Régen sem úszott szerintem, hogy... Nem úszott régen nem volt, sem. Nem volt úszó animáció. Nem volt? Nem. Nem, amikor játszottunk így többen, akkor valaki futott mellettem, akkor... Elég hülyen néz ki a... Aha. Jó. Meg még ugrálni is lehet rajta, kiugrani vagy belőle. Csúszik a vizen, vagy nem tudom. Ja, ja tényleg, azt még te mutattad képe, hogy ugrálni. Hát de nem igazán ugrál. Ebben a verzióban mintha nem csinálná. Mintha a 15 pontosban még csinálta volna, vagy nem tudom. Nagyon messze van ez a kereskedő. Óra. Hát szerintem nem érek. Biztos, hát hogy nem érek oda. Hát most megoszhatom a enyémet is tényleg, de igazából marha messze van neked az is. Hát jó, megpróbálok frémekre fölmenni majd esetleg aztán. Ja, hát csinálsz egy 20-30-et, szerintem akkor esélytelen, hogy észrevesznek. Az én kereskedőmbe a vegyész munkapadon kívül mindent tudsz használni. Jó, de nem ugye tudom, hogy kereskedőd, meg ugye... De hát messze van, hát ja, meg nem is akarok úgy annyira közel menni, mert ugye hordjuk össze a hordákat. De egyébként... Ja, igaz. Tényleg. De egyébként ja. Zsolt, meghúzod magad akárhol a földszinten, mármint föld magasságában, ugye nem vesznek észre a zombik éjszaka. Igen. Hát legfeljebb egy kicsit futni kell, de elveszi a nyomot. A legugolsz ne, meg nem, nem vesz észre, hogyha melletted megy el, akkor se. Tök közel mész hozzá, szinte akkor is. Ha nem, mit tudom én, nem ja. Zöröksz, jó. nem bányázol követ közvetlen mellette, meg nem csinálsz... Akkor simán elsétel mellette, aha. Aha. Régebben ez nem így volt, régebben ugye tök messzi, ugyanúgy észrevettek, mint a nappal lett volna. Igen. Most már, aha. De meg régebben volt az is, hogy a rossz húson állod volt akkor, vagy ha hús volt igen, nálad, akkor szagos voltál, tényleg, aha. Azt mondjam, nem tudom, miért vették viszont ki. Viszont az az érdekes, hogy fönn vagyok a víz tetején, szerintem látják, és hulladok meg. Ha? Meg is hullad. Júj! Pedig fönn vagyok a víz fölött, érdekes. Ha? Nem tudom, szerintem... Szerintem egy... én jövök újra akkor. Szerintem egy ilyen túlélés... Raktál le izét, háti zsákot? Nem, meg még... Ó, meg még nincsen... Hálózsákom sincs, úristen. Ja. Mondjuk lehet, hogy közelebb kerülsz valamelyikünkhöz. Csak az övre pakolj ki gyorsan mindent, hogyha még nem akarod elveszteni. Hát nem. 30-ra lement az élet, most úgy látszik megállt. Érdekes, hogy mitől fulladt. Mert a víz fölött vagyok. Lehet, hogy az más vagy valami. Hát nem tudom. Majdnem meghaltam. 30% maradt. Viszont itt van egy ilyen kő, amiről beszéltem, hogy... Majd eladjuk. Szóval nem volt jó ötlet a vízbe átjönni, mert aha. Majdnem meghaltam. Jó, hát itt felmászok erre a körre eddig. Elkezdek valamit építeni talán, vagy mondjuk a kereskedőhöz kellene mennem, mennyire van, megnézem. Aha. Na srácok, akkor mi meg építkezünk. Most kakaját nem esszük meg. Itt van nagyon közel pedig. Mennyi fát? Fát azt nagyon keveset szedtünk. 400 méterre vagyok tőle. Az nem hát sok pedig. Lehet csinálok csak egy hálózsákot egyelőre. Éjjel is tudnál sétálni. Akkor reggel meg igen. Bemész megnézni. Csak ide a kőhöz leteszek aha. Egy zsákot, aztán... Hát, ha közben történik valami. Mennyi okkánál vagyunk, srácok? Meg ugye nekem egy ütés most és vége. Mert 30% ja. Maradt a élet. Nincsen izé egy gyógykötszered? Az van. Ja, van, gyárilag, aha. Elhasználjam most. Hát... Ugye hát, meg, hogyha megtámad egy keselyű vagy valami, akkor vérzek és... De sima kötszer tudsz csinálni vászomból, ha van vásznad.
Ja, ízét. Vagy pedig szercizét, ja. Mi az, gyapotod? Vagy mivel lehet? Ja, gyapot. Gyapotot tudok szedni majd, igen. Két gyapotból jó, tudsz hát csinálni egy vásznot, és két vászonból meg tudsz csinálni sima kötszert. Jó, hát igaz, az eltérő. Igazából vérzésre jó, mert elállítja, csak annyi, hogy ugye nem... Nem gyógyít, ja. Nem gyógyít, igen. De fura ez, ilyen kiégett földön van nekem a kereskedő. Jó, az nekem... nem jó. Igen. Hát az nem olyan jó. Nekem olyanom van, fönt van ilyen jó izé, dombon, hegyen inkább, hogy a teteje az havas, körülötte robbantott, kiégett, ilyenek. Nagyon jó. Az se jobb. Kedves kis hely. Hát, elhasználom ezt a kötszert szerintem. Akkor. Na srácok, mi meg akkor egy kicsit megnagyobbítjuk ezt a kecót. És megpróbálunk. Én próbálom megtalálni, hogy hol volt a másik sátortábor. Valamint ott láttam, ott van a ott. Ott. Sötétbe azt megpróbáljuk bevenni. Illetve még azt tudnám csinálni, hogy én is leások itt. Ja, de létrad legyen, vagy fad. Akkor nem jössz ki. Fán van 162. Akkor ki is tudsz jönni. De igazából simán túl tudsz élni ám kint, mert nem vesznek észre a zombik, hogyha nem mozogsz. Igen, nekünk srácok szerintem. Nem olyan lesz. Legy szétszerem itt a bőrt, meg ilyesmi addig. És ja. Sőt, tudok pontot is rakni, szerintem. Aha, ha megcsináltad az alapot, akkor igen. Igen, megvan, 5 pontom van. Talán kitartásra teszek én is egyet. Majd adagot inkább otthonnások, most azt nem cipelem. Levesztettem az utirányt, ott van. Várjátok, én azt nem láttam még a térképen, nem. Ellenkezőleg megyek még, aj, nem baj. Baj. Addig szedjük a lyukkát. Na, elbontam az összes sátrat a környéken. Igen? Üzletelsz? Aha. Ugye mindig... Ez mi? Azt hittem fut a horda felé, hú. Lol, az azért éjszaka kemény lenne. Feléptem ebbe a pontrendszerbe. Talán egyből akkor jönnek mindig. 250 darab vászon... Hát egy ilyen sátortáborból egy olyan jó 750 vásznat kell szedni. És mennyire veszik? 250 ér most, nekem ad 477-et. Az jó. Azért az... Nem lenne rossz. Nem rossz. Meg ugye mindig emelkedik. Minél többet üzletelsz, annál magasabb lesz az ár, amit el tudsz adni. Meg olcsóbban is tudod venni mindig. Ugye kereskedelem az növekszik a szint. Igen, a rakni is lehet rá, de gondolom nem érdemes, mert úgyis. Az maga dugi hely, igen. Hát én gondolkodok rajta, hogy ha elérem a 20-as kereskedelmet, akkor rakok rá. Hát lesz neki egy 500-as csákányom majd negyedik napon, vagy ilyesmi. Na, egyébként azt is be lehetne osztani egyébként, hogy egyikünk erre rak, másikunk arra, ha belegondolsz. Hát igen, azt is lehetne. Mármint? Hát, hogy mit tudom én, valaki kereskedelemre rak, valaki bányászatra, úgyhogy nagyon összedolgozná, tudod? És akkor utána a találkozásnál meg valakinek ez van jobban, valakinek az van jobban, és úgy használjuk ja, együtt. Lehetne úgy különben. Végül is igen. Csak ki tudja, mikor találkozunk mi? És így belakjuk itt a dolgokat. Rég játszottam ezzel a játékkal, ez a baj. Elfutottam egy zombi mellett, asodta, hogy ott vagyok. Hú, én is kurva régen, jó. Hát ez durva volt, közvetlen mellette elfutottam a zombinak, azt sem tudta, hogy ott voltam. Igen, jó, elég jó el lehet menni mellettünk. Na srácok, akkor ez így jó. Itt is mellett megcsinálom a falat, hogy ne legyen ilyen csúf az egész. Lehet ezt elcsoljuk, csávó. Gyere, csávó, nem tudom, azt tudjátok-e, hogy 30%-ot ad vissza a kötszer életbe. Ja, az jó. Most így ugye 30-ra lement, elhasználtam és 60 lett. Úgyhogy 30-at nyom vissza. Csak majd kell sivatagot keresnem így. Nekem mi van? Nem látok. Nem is hittem sört. Na, csak eltaláltam. Szoktatok szedni egyébként aranyvesszővirágot és krizantént? Hát én nem nagyon. Hát az régről rémlik, hogy azok ilyen hűtőitalok. Üttenek, jó, aha. Meg van, ami melegít, meg van, ami hűt, ugye a lyukka is hűtőital. Valami hatása van neki, de hogy mi, azt nem tudom. Hát a lyukka az hűti. Ja, a lyukkát azt használom, az igen. A lyukkaitalt azt igen. Igen, azt én is. Hűtésre is, meg simán ivásra is használom. Ezekre még emlékszek, valamik így rémlenek azért.
Pont azért jöttem sivatagba, hogy kaja meg pia legyen a lyukából. Akkor így a nekem kaja is az meg is van. Oké, gyerekek, szuper. Haladunk. Kéne csinálnom egy csomó üveget nekem meg, szerintem majd. Jó, ja, csak fú, basz. Csinálunk egy másikat, azt meg eldobjuk. Nincs kövem. Meg nem szeretem az éjszakát. Ojjaj. Kell követ keresnem, mert nem tudom megjavítani a baltát. Mindjárt felupgrade-eljük ja, ezt hát az ajtót azért. Elején az gáz azért. Mire összeszedsz valamit is. Igen, majdnem szétszedtem a baltát egyébként, nem akarom. Ha? Az utolsó pillanatban lenyomtam róla. Gyerekek, nekem mi a franc van? Most nézek rá, 35 az életerő, de miért gyerekek? Az érdekes. Júj! Nem izé, nem érzel, semmi nincs. Nem. Én legalább tudom, hogy mitől nincs ment melegem, az életem. Semmi. Hát aztán az előző részben még így maradtam, aztán csak így biga játszok így félhalottan. Ja, mert ott történt valami az előzőben? Hú, elég sok minden, igen. Ja, hát ja, színes volt. Fölmászok itt egy nagy körre, nekiállok csapkodni, aztán talán nem hallanak meg. Még most jó, hogy észrevettem. Nem tudom, gyerekek, melyiket csináljuk ezt, vagy ezt. Gyűjtögetek. Van itt sok kocsi, úgyhogy lehet, hogy az kellene. Azt csináljuk, hogy nekik van. Kötszert, mert... Ó, van 370 fám. Kötszert nélkül nem futkozok. Mégis jó lett volna azt a szarvast levadászni még, mert... Ja. Így van 12 bőröm. Azzal lett volna még egy... 4... 3, 4-et ad. Sima 25-ös csöntkéssel mennyit ad? Nem tudod? Húha. Nem, farkasnál adott valami 7-et vagy 6-ot. Farkasnál. Ja, akkor 6-ot ad, igen, mert egy vadisznót és egy farkast levadáztam. Aha. Úgy van 12, akkor 6-ot ebbe igen. Volt ez. Hát most akkor lenne 18 bőröm. Az nem rossz már. Majdnem én... elég lenne. Ja. Jó, szoktam egyébként én, hogy a kereskedőnél veszek kipótolni. Amit addig tudok szerezni, amit szerzek. Aha. És a rövid csövet is egyébként szoktam így venni a kereskedőnél így az elején. Egyébként, hogyha nem tudsz venni rövid csövet, de van kovácsolt vasad, akkor egy kovácsolt vasból simán négy tudsz csinálni igen. Csövet is. Ha, máshogy ezeket nincs. Jó tudni, már nagyon régen játszottam vele egyébként most. Én is. Hát egy három én nekem az elektronikai rész az, ami... Az, ami úgy még úgymond kimaradt. Jó, ja, az ment nekem azért. Közben én azt csinálgattam. A gyerekek, ezt lecraftoljuk reggelig. Passzol lesz. Na, srácok, szerintem búcsúzzunk kell azt fél óra eltelt, és akkor jó. Következő részben folytassuk! Oké, okay. Na. Akkor csumicsa. Sziasztok! Akkor sziasztok, következőnek találkozunk. Ciao. Ciao. Ugyanígy.